Kedves Jézuska, anyukám azt mondta, hogy nem lehet mindig csak kérni, ha kapunk valamit, azt meg is kell köszönni. Tudod, épült itt mellettünk egy tök jó játszótér, még focipálya is van benne, és az nagyon szuper dolog. És vannak barátaim is, akikért nagyon hálás vagyok, de sajnos labdánk sosincs. Szeretnénk kérni tőled karácsonyra egy lasztit, hogy jövőre együtt focizhassunk suli után. Megígérem, jók leszünk, és a többi gyereket is meghívjuk játszani. Kedves kis Jézus! Az én koromban már ritkán írnak neked az emberek karácsonyi kívánságokat. Én most mégis megteszem. Hálás vagyok, amiért szerető közösségben élhetek Budafok tétényben. Érzem, hogy az emberi kapcsolatok jobbá, boldogabbá teszik az életemet. A beszélgetések, közös programok mindig beragyogják a napjaimat. Karácsonyra minden kerületben élőnek azt kívánom, hogy ehhez a közösséghez csatlakozzon. Azt kérem a Jézuskától zenekarom nevében is, hogy jövőre is ennyi örömet adhassunk közönségünknek és a minket körülvevő, támogató, szerető közösségeknek. Minél több örömet adhatunk másoknak, annál boldogabb és teljesebb lesz a mi életünk is. Drága Istenem, köszönöm neked, hogy ebben az évben is megtapasztalhattam, hogy ebben a kerületben az emberek készek kapcsolódni egymáshoz. Hálás vagyok a találkozásokért, a mosolygós arcokért. Kérlek, segíts nekünk idén még jobban figyelni egymásra az ünnepek alatt. Olyan jó lenne, ha a fa alatt nem csak az ajándékokat, hanem egymást is észrevennénk. Kérlek, segíts megtapasztalni a te jelenlétedet és szeretetedet is. Felnőttként már tudom, hogy amit gyerekként karácsonyi varázslatnak hittem, az az engem körülvevő felnőttek szeretetteljes munkájának eredménye volt. A közös játék, az egymásra figyelés, az együtt elköltött vacsora, a távolérő rokonok meglátogatása, a ragyogó karácsonyfa mind-mind ünneppé tették ezt a napot. Ma, felnőttként mi igyekszünk csodát tenni. Miért ne tehetnénk ezt meg gyakrabban? Karácsonyra azt kívánom, hogy legyen erőnk az év minden napján szeretettel, törődéssel fordulni egymás felé. Hogy ne csak évente egyszer mosolyogjunk a szomszédra, ne csak ilyenkor vegyünk részt a kerületi közösségi életben, ne csak karácsonykor szakítsunk időt a közös családi étkezésre, a rokonok felkeresésére. Nyissunk a velünk együtt élők felé. Tegyük együtt még gazdagabbá a kerületi közösségek hétköznapjait. Igyekezzünk minden nap csodát teremteni a minket körülvevő családok számára. Minden kedves Budafok tétényinek áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!